Kálói Molnár Péter színész, rendező, dalszerző, énekes. Az elmúlt 20 év egyik legeredetibb tehetsége. A Színművészeti Egyetem elvégzése közben fél évet a londoni Guildhall Schoolban tanult. Tanulmányai után a Nemzeti, majd a Vix Színház tagja. Ezt követően szabad foglalkozású. Volt Hamlet, Koppány, Schweik, Lucifer, Sancho, Frank a Rocky Horror Show-ban, rendezett Rómeó és Júliát, Macbethet, máig futó sikerszériái a Shakespeare összes rövidítve, a Kövek a zsebben, a Hungarian Blues Brothers, melyek szövegét is ő fordította, valamint a Caveman és a Kucó. Sikeres tévésorozatokban, Meselánc tűzvonalban, Beugró és kultfilmekben, Üvegtigris, Kútfejek, Papírkutyák egyaránt láthattuk. Musical színészként szerepelt az USA-ban, Kanadában, Görögországban, Spanyolországban, zenész énekesként pedig Londonban, Skóciában, Törökországban. Angol nyelven a Budapest, az Amerikai Rapszódia, legutóbb pedig a Schuster Szabó Baka Kém című filmekben láthattuk. Három szólólemeze jelent meg, koncertjei ötvözik az improvizációt, a rock, az akusztikus, a jazz és a klasszikus zenét, a stand-upot, a pantomimet és a vizuális képi improvizációt. Amúgy Kálói Son. Még bosát egy pillanatra. Stop! Borzasztó furcsa álom volt. Egy hatalmas mezőnek a közepén voltam. Nem volt semmi a mezőn, se bokor, se... Semmi nem volt, nem voltak felhők. Egyetlen egy nagy hegy volt a mező közepén. Sem. Kavicsok vezettek hozzá, minden kavics arra felé mutatott, a hegy felé. És úgy éreztem, hogy oda kell mennem a hegyhez. Miattad elkentem a lakomat. Hamburger van. Van. Milyen legyen? Gombás van? Van. Akkor gombásod. Mennyire nézel? Húsz. Max 30. Félre ne érts, csak onnan éreztem valami rezonanciát, úgy összeremegett a lelkünk. Lehet. Hol van? Kicsoda? Á,
legjobb tudomásom szerint Schliemann kisasszony elutazott. Nem teszem magam nevetségessé azzal, hogy átkutatom a házat. De méltóság. A továbbiakban senkit. Érti? Senkit nem engedhet be a családtagokon kívül. Igen, és méltóság az. Árban adnak, nem sonka. Mi sonka? Tudod, mi a király? Jobb, mint az igazi. Te tudtad, hogy a ketchup kínai? Lehet, hogy van olyan is. Olyan nagyon hülye vagy, hogy eddig még csak csőre sem töltötted. Én a körülmények áldozata vagyok. Ő a körülmény. Kérjél bocsánatot. Bocsánat. Tőle is. Bocsánat. Az apja miatt is. Apád miatt is. Bocsánat, most már elég. Szabad kérdeznem, kik azok a nagy hadvezérek? Hát a Genghis Khan az mindenkit überolt, mindenkit épp az volt a baj, az volt a baj. De mi volt a baj? Az volt a baj, hogy nem szövetkeztünk a Genghis Khanékkal. Az volt a baj, az anyját pedig felajánlották. Öröd van? Nézd! Én kélek. Csömörön voltam, amikor örököltem egy kisebb fajta erdőt Csömör mellett, édesem, de azóta már, mióta legutoljára kilovagoltam Csömörre, azóta nem voltam. Neked anyád van Csömör? Erről se beszéltél? Te... Nem, anyám van Csömörön, nem nem ismerlek téged, József! Édesem, Ferenc József! És tudom, miről énekel. Csak hallgatni kell.
És akkor megérti az ember. Így pedig kárt. Nem. Az imaházban soha csak nekem mondott ilyeneket, és amikor én erre mondtam, hogy milyen fontos, hogy az ember megvédje a békákat, hogy azt mondta, igazad van, ámen! Magyarázni, hát ezt mindenki tud, de csak a nagyapa tudta velem megértetni a dolgokat. Játszom sebzett vatkant, ha menthetek más százat. Játszom törvénytelent, ha megfojt az alázat. Kiabál a gyermek én bennem, felesel a Júdást felmentem. Megint, megint, hogy élnem kell, kívült, ha nem számolhat el. Kiabál a gyermek nem mondták, unott kő, hogy embernek dobták. Megint, megint, hogy élni kell, zordogok, hogy nem számolhatok el. Ezután már jártam erőből keményen. Hazugságot játszom, hogy valóságom éljem. Ezután már játszom, játszom, hogy beszélek. Játszom valóságot,